A következő videókban átbeszéljük, hogy a kikért diagramokat hogyan lehet szerkeszteni. A példa ehhez az előző videóban kikért kördiagram lesz, mivel az egy nagyon egyszerű diagram típus, és ezért könnyen meg lehet érteni egy-egy szerkesztés, hogyan működik. Beszélni fogunk arról, hogy egyáltalán hogyan lehet az SPSS diagramjainak szerkesztéséhez felajánlott menüpontban navigálni, hogyan lehet kijelölni azt, hogy most éppen az egész diagramra akarok valamit megcsinálni, vagy csak egy cikkelyre, vagy szöveget akarok átírni. Tehát az ilyen dolgokat fogjuk megbeszélni, hogyan lehet a grafikonnak a méretezését változtatni, hogyan lehet a grafikonnak a színeit változtatni, a különböző kategóriák színeit változtatni, keretek, kitöltés színét, betűszínt változtatni. Ezzel tovább is megyünk, tehát hogy olyan lehet a szövegeket formázni, akár a színüket megváltoztatni, akár a betűméretet, akár hogy milyen stílusban vannak megformázva, és az elhelyezkedésüket. Egyáltalán hogyan lehet meghatározni azt, hogy egy grafikonon mi jelenjen meg, mi ne jelenjen meg, mely kategóriák, mely változók kerüljenek megjelenítésre, és melyek azok, amik inkább kerüljenek elrejtésre. Tehát például, hogyha van olyan kategória, amit nem akarunk megjeleníteni, akkor azoknak a megjelenítését ki lehet kapcsolni, vagy pedig akár kategóriákat össze lehet vonni, úgyhogy ezeknek a szerkesztését fogjuk megbeszélni, hogyan lehet adatfeliratokat feltenni a grafikonokra, például elemszámokat, százalékos arányokat egy ilyen kördiagramnál, ezeket hogyan lehet szerkeszteni, kell-e mindegyikre feltenni, vagy lehetséges-e az, hogy csak néhányra teszünk fel ilyen feliratot, az ilyeneket fogjuk megbeszélni. Aztán a sorrendek, változók megjelenésének sorrendjei, kategóriák megjelenésének sorrendjei, hogyan kezeljük a hiányzó értékeket, megjelenítsük, ne jelenítsük meg, hogyan jelenítsük meg őket, mindenféle egyéb beállítások, ezek már inkább grafikon specifikusak, tehát most ebben a videóban a kördiagram grafikon specifikus beállításairól fogok még beszélni. Ugyanezt, amikor az oszlopdiagramoknál fogunk tartani, akkor az oszlopdiagramok egyéb specifikus beállításait át fogjuk beszélni. Hogyan lehet a grafikonokra föltenni címet, lábjegyzetet, mindenféle szövegdobozokat, meg ilyeneket. Amiről viszont nem lesz most szó, mert kördiagramoknál nem értelmezhető az, hogy hogyan kell a számok formátumát megváltoztatni, tehát például több tizedes jegyet szeretnék, kevesebbet szeretnék, a százalékaim 0,31-ben voltak megadva, és én azt 31%-ként szeretném megjeleníteni, szeretnék a számok elé, után karaktereket, ugye ezek azok, amik megjelennek például akár itt adatcímkeként, akár pedig a különböző diagramoknak a skáláin számokként, illetve maga a skálázás hogyan történjen, tehát például egy oszlopdiagram melyik értéktől induljon, milyen értékig menjen föl az Y-skálája, milyen osztásközökkel dolgozzon, tehát az összes ilyen skálázási beállítást is. Ez utolsó kettő, még egyszer mondom, a kördiagramokon kevéssé értelmezhető, vagy nem értelmezhető. Ezeket az oszlopdiagramok után fogom ugyanígy egy ilyen videóban bemutatni.